Köszöntöm nézőnket, Szilágyi Andorral, ezen sorral beszélgetünk a karcagi rendőrkapitányságon. Beszélgetésünknek témája a határvadásztoborzás. Először is magyarázzuk meg ezt a szót, hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent. Nyilván mindenki számára ismert, hogy az elmúlt években a magyar határ elég jelentős nyomás érte. A határon szolgálatot teljesítő honvédség és rendőrségi dolgozók egyre feszültebb helyzetbe végzik munkájukat. Nyilván az elmúlt időszakban a COVID-helyzet is olyan váratlan körülményeket hozott a rendőrség életébe, ami jelentős erőket kötött le. Az orosz-ukrán háború elől menekülő emberek fogadása, kezelésük és a magyarországi szállításuk, egyáltalában a beléptetés szabályozása, a beléptetés ellenőrzése jelentős feladatokat hozott a rendőrség számára. A déli határon az illegális migráció az elmúlt időszakban egyre jelentősebb méreteket öltött. Ezek a migráns csoportok egyre szervezettebben és egyre agresszívebben próbálnak a Magyarország területére illegálisan bejutni. Ez igen jelentős feladatokat adott a rendőrség számára, és igen jelentős humán erőforrást kötött le. A rendőrség alapfeladatainak a biztonságos ellátása érdekében szükséges volt ezeknek az erőknek a kiváltása, és létrehozni egy olyan szervezetet, ami ezentúl a Magyarország határának a biztonságos, és ezzel együtt a schengeni határok biztonságos védelmét biztosítja. Erre a kormányzat létrehozott egy határvadász ezredet, ami a készenléti rendőrség állományába fog tartozni, és ők fogják ellátni a jövőben a Magyarország határainak a védelmét. A illegális és a legális migráció ellenőrzését, visszafojtását. Tulajdonképpen erre lesz létrehozva ez a nagyjából 4000 fős határvadász állomány. Ki jelentkezhet határvadásznak? Határvadásznak gyakorlatilag minden olyan személy jelentkezhet, aki a 18. életévét betöltötte, de még az 55. életévét nem töltötte be. Magyar állampolgár, büntetlen előéletű, legalább 8 általános végzettséggel rendelkezik, és megfelel azokon az alkalmassági vizsgálatokon, amelyeket velük szembe a magyar rendőrség megállapít. Tehát akkor ezek szerint két lépcsős a történet, hiszen először van egy alkalmassági, és akkor gondolom utána, aki megfelel, azok mehetnek tovább. Igen, ez egy több lépcsős művelet. A jelentkezőknek azon felül, hogy az előbb említett feltételeknek meg kell felelniük, részt kell venniük egy egészségügyi, egy pszichológiai és egy fizikai alkalmasság vizsgálaton, valamint meg kell felelniük egy pályaorientációs elbeszélgetésen. Amennyiben ezeken ezeken az alkalmassági vizsgálatokon megfeleltek, akkor még egy kifogástalan életvitel ellenőrzést sem fognak átesni, és utána kerülnek felvételre, utána kötik meg a munkaszerződést a készenléti rendőrséggel. Gondolom utána azért valamilyen szinten kiképzés is lesz részükre. Igen, természetesen. A jelentkezőknek a nagy része számára teljesen ismeretlen lesz az a feladat, amit ők el fognak végezni. Egy olyan 160 órás képzésen fognak részt venni, ahol gyakorlatilag elméletben és gyakorlatban is elsajátítják azokat a dolgokat, amik a későbbiekben a munkájuk során nekik alkalmazniuk kell. A fegyver az egy veszélyes üzem. Ezeket a feladatokat fegyverrel fogják ellátni. Nyilván a legtöbb jelentkező számára ez még egy új dolog lesz, és ennek meg kell tanulni a szabályait, meg kell tanulni a gyakorlati szabályait, meg kell tanulniuk azt, hogy milyen jogszabályok alapján milyen feladatokat végeznek el. Nyilván ki kell képezniük arra, hogy azokkal a szituációkban, amikben a határon ők belekerülhetnek, azokat hogy kell kezelniük. Ott nem sok gondolkodási idő van, hirtelen dönteniük kell. Gyakorlatilag meg kell ismerniük azokat a fizikai, elméleti és gyakorlati teendőket, amik a különböző szituációkban kezelniük kell. Meddig lehet jelentkezni? Gyakorlatilag a jelentkezés jelenleg folyamatos. A végcél az, hogy körülbelül 4000 fő határvadász felvételt nyerjen. A képzésük gördülő rendszerbe fog működni, ami azt jelenti, hogy amint megfelelő számú alkalmas jelentkező van, akkor a képzésük a különböző határvadász objektumokban megkezdődik.
ahogy végeznek a képzéssel, gyakorlatilag folyamatosan foglalják el a szolgálati helyeiket, és veszik át azoknak a rendőröknek és honvédeknek, Magyar Honvédség dolgozóinak a helyét a határon, akik jelenleg éppen határvadász feladatokat csinálják. Akkor ezek szerint, aki Karcagról jelentkezik, az valamely határszakaszra fog majd kerülni. Hogyan lehet jelentkezni? Igen, gyakorlatilag azt jelenti, hogy jelenleg a határ 5 megyéjébe állnak föl ezek a határvadász századok. Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar megye, Békés megye, Csongrád, Csanád megye és Bács-Kiskun megye. Tehát gyakorlatilag az országból bárki jelentkezik, annak vállalnia kell azt, hogy a szolgálatteljesítés ezen 5 megyék határvadász századaival fogják végezni. Meddig lehet jelentkezni, hiszen mondta, hogy jelenleg is tart, van-e végső határidő, tehát lehet-e tudni, hogy kb. 4000 emberből hányan vannak már? Ezt még nem lehet tudni, gyakorlatilag folyamatosan végezzük ezt a toborzási tevékenységet addig, amíg a megfelelő létszám betoborzásra nem kerül, és ezt a szolgálatot fel nem veszik, és ki nem váltják a határon dolgozó rendőröket. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ennek a toborzásnak két dolog vethet véget. Az egyik az, hogyha a megfelelő létszám betoborzásra kerül, a másik pedig az, hogyha az ok megszűnik, ami miatt a toborzás zajlik. Azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, hogyha ez az ok szűnne meg, de jelenleg még azt nem tudjuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Írásban milyen, vagy postai úton, vagy telefonon, hogyan lehet a módja mi a jelentkezésnek? Gyakorlatilag a polisz.hu oldalon a határvadász jelentkezési egységcsomag elérhető. Gyakorlatilag bármelyik rendőri szervnél ez elérhető. Bárki felhív minket telefonon, e-mailen, megkeres bennünket, vagy személyesen bejön hozzánk, akkor tájékoztatjuk őket. Ezeket a jelentkezési egységcsomagokat mindenki számára át tudjuk adni, bár ezek az internetről letölthetők. A benyújtás módja elektronikusan, vagy papíralapon is történhet. Ha valaki papíralapon kitölti, behozza, bármelyik rendőri szervhez az hozzánk kerül, és mi elindítjuk ezeket az alkalmassági vizsgálatokat. De ezt a jelentkezési egységcsomagot elektronikusan is be tudjuk fogadni.